Csepeti Ádám a miniszterelnökség stratégiai ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára, egyebek mellett a közeljövőben várható lakáspolitikai kihívásokról, valamint a CSOK Plusz 2024-es bevezetéséről is beszélt előadásában. A CSOK Plusz a következő években várhatóan az otthonteremtési eszközök zászlós hajója lesz Magyarországon, a lényege pedig, hogy csak azok a családok vehetik igénybe, akik gyermeket vállalnak, a hitelkeret pedig a vállalt gyermekek számával arányosan növekszik. Ez a 15 millió forintos, 30 millió forintos, illetve 50 millió forintos hitelkeret azért egy érdemi löketet ad egy megfelelő ingatlan, egy komfortos családi otthonnak a megvásárlásához. Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartottuk. Az államilag kamattámogatott konstrukciót 3%-os ügyfélkamattal lehet igényelni. Ez alapján 25 évre egy 15 millió forintos CSOK Plusz hitel havi 72 ezer forint, ugyanennyi időre egy 30 milliós hitel 143 ezer forint, az 50 milliós hitel pedig 237 ezer forint törlesztő részletet jelent. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere kiemelte, hogy a CSOK Plusz várhatóan újra lendületbe hozza majd az ingatlanépítéseket, mindezt kiegészítve pedig bérlakások építésére is szükség lenne a nagyvárosokban. Kidolgoztunk egy pilotprogramot, nem titok, hogy egy 400 darabos lakáskontingensről van szó, ami 200 arra épülne, hogy rögtön eladná a város, és egyébként visszaforgatná újabb ingatlanok építésébe, vásárlásába a forrást, a másik 200 pedig mérnököknek, tűzoltóknak, rendőröknek, orvosoknak, szakápolóknak, és lehetne sorolni a szakmacsoportokat, képviselőinek nyújtana bérlakás struktúrát. A polgármester hozzátette, hogy az elképzelések megvalósítása érdekében a pilot programmal kapcsolatban Székesfehérvár városa már benyújtotta tervezetét Magyarország kormányának.